A lakóházaktól közszolgáltatás keretében történő elszállításnak és a környezettudatosság növekedésének köszönhetően emelkedés figyelhető meg mind a budapesti, mind pedig a települési szelektív személygyűjtési hajlandóság terén. A fenntartható fejlődési célok érdekében a fővárosi közterület fenntartó non-profit ZRT szakemberei tanácsokkal látják el a lakosságot a műanyag hulladék megfelelő gyűjtésének módjáról. A KSH nyilvános adatai szerint az elkülönítetten kidobott települési szemét mértéke évről évre nagyobb, a válogatás nélküli mennyiséggel szemben. Emellett a fővárosi lakosság körében is egyre nő a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya. Ez főként annak köszönhető, hogy a hulladékgyűjtő szigetek működése mellett 2014 óta már a lakóházaktól történő elszállítás is zajlik, mondta el Horváth László, a fővárosi közterület fenntartó non-profit ZRT PR szakreferense. A fővárosi közterület fenntartó non-profit ZRT a hulladékgazdálkodási törvényben, tehát a szabályozás szerint végzi a feladatait, amit értelemszerűen harmonizálnak az Európai Unió, illetve az egyéb nemzetközi szervezetek elvárásainak megfelelően. Tehát mi azoknak az elvárásoknak megfelelően, amit a törvény ránk ró, eleget teszünk a feladatoknak. Tehát az előírásokban benne van a műanyag hulladék mennyiségének csökkentése, ennek a célját szolgálja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ennek a lehetőségét biztosítja azt a kedves lakosságnak, hogy akár a lakossági hulladék udvarokban, akár a gyűjtőszigeteken ugyanezt a fajta hulladékot elhelyezhessék. A jelentős mennyiségben keletkező lakossági műanyag hulladék kapcsán a szelektív gyűjtési hajlandóság nő ugyan, azonban ennek módja hagy kivetni valót maga után, ez pedig rontja a hatékonyságot. Annak érdekében, hogy a fővárosi közterület fenntartó non-profit ZRT tartósan csökkenteni tudja a műanyag szemét összességét, valamint növelni tudja újrahasznosíthatóságát, a cég kéréssel fordul az emberek felé, emelte ki Horváth László. Nagy szívfájdalmunk azonban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán a műanyag hulladékkal szemben az, hogy nagyon-nagyon magas a szennyezettsége, tehát 40-50% körüli, ami annyit jelent, hogy a tartályokba bedobott hulladéknak mindössze a felét, körülbelül felét lehet anyagában újra hasznosítani. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt mindenféleképpen javítani kell, és rendkívül komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy ez a mennyiség ismételten lejjebb menjen. Elmondanám azt, hogy amikor kezdetben megkezdtük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, ez a szennyezettség lényegesen alacsonyabb volt. Tehát mindenféleképpen szükség van a lakosság környezettudatosságára, odafigyelésére. A szakértő felhívta rá a figyelmet, az elkülönítetten kidobott műanyag szennyezettsége azt jelenti, hogy nagy mennyiségben tartalmaz háztartási hulladékot, valamint olyan elemeket, amelyek nem a műanyaggyűjtő konténerbe valók. Az FKF tanácsa szerint figyeljünk rá, hogy mindenképpen csak olyan dolgokat helyezzünk ezekbe, amik valóban műanyagból vannak, illetve a PET palackok esetében rendkívül fontos összenyomni a flakonokat, hogy ne levegővel teljenek meg a tárolók. A papírt, a műanyagot és a fémet otthonunkban is szelektálhatjuk a kihelyezett kék és sárga fedelő kukákban, azonban az egyéb hulladékokat gyűjtőszigeteken kell leadnunk. A keletkező csomagolási hulladékok különválogatott gyűjtésére szolgálnak többek között a gyűjtőszigetek, amelyből jelenleg valamivel több mint 100 üzemel Budapest területén, ezek teljes gyűjtőszigetek, ahol 5 anyagfajta frakció gyűjtő. Ide bedobható már az üveg is, a fehér üveg és a színes üveg is. A több mint 100 gyűjtősziget mellett, ahol mind az 5 anyagfajtát elhelyezhetjük, további 100 olyan helyszín is található a fővárosban, ahol csak üveget dobhatunk ki. A háztartási gépek, fényforrások, elemek és akkumulátorok leadására egyaránt van lehetőség Budapest több pontján, így a 17. kerületben is, a Gyökérköz 4 szám alatt működő hulladékudvarban, amely hétköznapokon délelőtt 10 és délután 6 óra között, szombaton pedig reggel 8 és 14 óra között tart nyitva. A szolgáltatás feltételeiről és a fontos tudnivalókról a www.fkf.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.